Bonjour, madame. Thomas Konok. Bonjour, madame. Thomas Konok. Thomas Konok. Que des femmes. Excusez-moi, je n'ai pas assez de chaises. Si vous pourriez, peut-être, sur les coussins. En tout cas, il est, comme vous avez pu constater, il parle français et ce n'est pas un hasard parce qu'il a passé plusieurs décennies en France, à Paris et à Zurich aussi. Donc il a partagé son temps entre Budapest, Paris, Zurich. Mais il a fait ses études à Budapest et il a aussi fait des études musicales, n'est-ce pas? Oui, j'ai commencé avec la musique, voilà, au conservatoire quand j'étais jeune. Heureusement que j'ai changé. Pourquoi heureusement? Heureusement parce que, comment dirais-je, pour jouer chaque jour 8-9 heures, c'est trop. C'était trop pour moi. Et puis, justement, arriver de cette virtualisation, c'était pour moi pas tellement. J'ai beaucoup aimé jouer le chambre de musique. J'ai des collègues, nous sommes venus très souvent. Nous avons assisté splendide. Mm-hmm. Mais donner des concerts, c'était moi-même. Peut-être qu'il y a à l'étage au Parisien, à la galerie Frényank, és ott a vendégkönyvben észrevettem egyik bejegyzést, amit egy ismeretlen látogató írt be, ami ugye úgy hangzik, hogy fűt elvágyódás, vagyis eltűnés, fűtön lesz pas a térbe. De meggyökerezés, enracinement au fond de la terre, vagyis a föld mélyén való meggyökerezés. Vonal a világban nem létezik. Azt csak mi elképzeljük. Ugyanis a sötét és a világos találkozását véljük vonalnak. Tulajdonképpen a legelvontabb valami. Viszont egy vonallal is mindent ábrázolni lehet. Tehát így is mondhatnám, hogy van egy tónussal, sötét világossal való ábrázolás, és van egy tiszta vonallal való megfogalmazás. Érdekes, én valahogy engem ez indított el. Én azt hiszem, aki nem tud firkálni, az nem tud festeni, mert ez a teljes felszabadulása tulajdonképpen az ösztönös rajzolásnak, ez a firkálás. Főiskolán direkt voltak ilyen gyakorlatok, krokinak hívják, ugye amikor áll a modell nem órákig, hanem fél percig, vagy még rövid, és akkor állandóan mozdul. És ezt a gyors, hogy mondjam, beállítást kell egy rögtön rögzíteni a papíron. De hát ezen keresztül valahogy a életnek a
mozgása, ritmusa is egy gyakorlat volt arra, hogy az ember a pillanatot meglátva azt tudja rögzíteni.